Paks külterületén egy zárt telepről tulajdonítottak el hidraulikus alkatrészeket, mellyel az okozott kár meghaladja a 340 ezer forintot. Megnőttek a fémlopások az elmúlt hónapokban, mondja a rendőrség sajtószóvivője, de legtöbb esetben felderítik az elkövetőket. Augusztus 5-éről 6-ára Véradonra, Pakson a Gesztenyés úti garázssornak a villanyóra szekrényeknek a fémfedelei tulajdonította el ismeretlen tettes. Itt összesen 15 darabot, ezzel 120 ezer forint kárt okozott. Ez forró nyomos üldözés során meg is lett az elkövető, egy 19 éves paksi fiatalember, aki a fémfedeleket összedarabolta, és így adta le a méhtelepen. De a garázssorról leszették az alumínium tokozatokat. A paksi méhtelep vezetője épp azt meséli, hogy az ellopott alumínium tokokat vissza sem tudja adni, mert úgy összetörték. A fémtörvény 6 napos tárolást ír elő. Abban az esetben, ha a tulaj rátalál a méhtelepen az ellopott, de még használható fémeszközre, elviheti, mondja a telepvezető. Hát a mi kárunk, de vigyel. 2010-es fémtörvény szabályozza ezt az átvételt. Mindenkinek adókártya, személyigazolványa kell jönni, és hát aláírja, hogy büntetőjogi felelősséggel a saját hulladékát adja le. Na persze, hát ez nem így van, mert azért, ha azt nézem, hogy ezek a gyűjtő emberek, akik gyűjtögetnek, ezt tudod, hogy nem a sajátját adja le, hát gyűjtögetett, hogy honnan az ő felelőssége. A fémlopások mindamellett, hogy több százmillió forintos károkat okoznak, sokszor veszélyesek. A Nemzetgazdasági Minisztérium most a fémtörvény szigorítását készíti elő, államosítanák a tevékenységet. A tervek szerint bizonyos fémhulladék tételeknél, úgy mint például a kábelhulladék, vasúti sín, elektromos felsővezeték, csak hatósági jelenléttel történhet a felvásárlás.